Máci saját maga részéről és a családja is részéről egészségben tudta ezt a közel három hónapot átvészelni, átdolgozni, mert előkinetnél lehetőség jutott, és hogy a megkérdezett törvényes bizottsággyűlést akkor elkezdeni, mert határozott képes is átadom el a szót. Én is üdvözlök mindenkit, szervusztok, kérdezik, igen, határozott képesek tudunk, ezt én is megállapítom. Szeretnék jegyzőkori vezetésre, hitelesítésre felkérni, mint a politikai érdeklemesek, vannak még ugye, hogy amik érdeklenek. Még mindig, akkor Oliver kérdezik. Elfogadjuk, rendben van, köszönöm szépen. A napi rendet mindenki megkapta, mindenki ismeri, szeretném kérdezni, hogy rendben van-e. Köszönöm egy hangon. Akkor kérdezem, hogy kezdhetjük el akkor, hol is a napi rend szerint az elszámolással. Köszönöm. Megadom a szót, akkor köszönöm. Gyakorlatilag ugye kiküldések előtt egy elég nagy tervező anyag, ami a 2019 éves zárszámadásról szól. Minden olyan, ami a rendelet elfogadásához szükséges, azt a pénzügyes kolléganőkért, a jegyzőasszonnyal, illetve akik érintettek, azokkal összeállításra került. Végig lehet mondani, bár akár a táblákon, akár a szöveges részeken. Én úgy gondolom, hogy a 2019-es év így is úgy is lezárult, tehát mind számszakilag, mind pedig azokban a szöveges magyarázatokkal, amik kell. Én nagyon hosszan nem szeretnék róla beszélni. Én azt gondolom, ha esetlegesen kérdés van a bizottság részéről, azt természetesen fel kell tenni, és akkor itt a kollégákkal megpróbálunk rá megfelelően válaszolni. Én azt javaslom a bizottság felé, hogy fogadja el, és javaslom a testület felé és a zárszámadás elfogadását. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. És kérdezem akkor, hogy senki nem volt. Jó, most túl messze. Akkor kérdezem, hogy elfogadja, vagy támogatja a pénzügyi bizottság a zárszámadási rendelet tervezetének az elfogadása. Ki mondja igen, viszont? Három igen, kiszavaz nemmel, nincs nem, és kitartózkodik, és három tartózkodások. Ugye jól látom? Okay. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont a 2019 évi belső ellenőrzés tapasztalatainak véleményezésével kapcsolatban egy jegyzőasszony, ami kiegészítést szeret. Igazából azt gondolom, hogy elég részletes beszámolót adott nekünk a belső ellenőr. Szóval kiegészíteni ezt olyan érdekű információban nem tudom, talán csak annyival, hogy azok az információs és kommunikációs rendszernek az önkormányzatra vonatkozó szabályzatainak a kiterjesztése az gyakorlatilag néhány soros kiegészítés, ami a hivatal meglévő szabályzataihoz hozzá kell csatolni, azt megtettük polgármesteróval, úgyhogy ennél többet szeretnék, nem tudunk érdemben hozzáfűzni, és akkor ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok, persze. Kérdezem, valakinek van egy kérdése? Nincs, akkor kérdezem, hogy a bizottság támogatja a beszámolót. Három igen. Ki nem támogatja? Nincs nem.
kitartózkodik, elmutartózkodás. Köszönöm. Következő napi rendi pont az adókoncepció véleményezése. Igen, köszönöm a szót. Kidolgozott adókoncepció, ami a jövőt próbálja stabilizálni szerintem. Több kör futottunk mind a pénzügyes kollégákkal, mint az adós kollégánőkkel, hogy milyen módon és hogyan lenne érdemes kocsmányos rendterületén az adó mértékemelést megtenni, hiszen 8 éve nem történt meg adóemelés. Lehet látni, hogy ennek nagyon nagy szüksége van. Ennek indok a közlekvőképpen azt szerepel, hogy még az állam nem csak hogy el is vett, nem is tudott hozzátenni ahhoz a pénzügyi maghoz, amiről az önkormányzatoknak kell élni. Legfőképpen másik nagy gond, hogy azok a szolgáltatási díjak, amelyek minket is érintenek, itt lehet akár építkezés, itt lehet akár maga a mindennapi élet, az megdrágult, és ezekből a bevételekből, ami a jelenlegi adóból beérkezik, illetve a normatívákból nem lehet hosszan üzemeltetni, nem lehet megoldani a település életét. Még egy-két évig el lehet esetleg maximum valamilyen módon nagyon-nagyon meghúzott nadrág mellett vegetálgatni, de mindannyiunk élménye az, pénzügyes kollégáknak is, meg akik utána számoltak, hogy mindenféleképp szükséges. A mértékről természetesen lehet vitatkozni. Az elmúlt 18 év során talán már ezt elmondtam, volt egy jó pár adóemelésben részem, többszörösen bebizonyosodott, hogy egy 10% körüli adóemelés egyszerűen nem hozza meg azt a pénzt, azt a fajta pluszt, amivel az önkormányzat tud gazdálkodni. Én azért ezt a javaslatot terjesztettem a bizottság felé, és terjeszteném majd a testület felé, hiszen ez már egy olyan pénzügyi nagyságot hordoz magában, amelyen nagy biztonsággal lehet pályázati művészeket biztosítani, és lehet azokat a mindennapi karbantartási és egyéb felújítási munkákat megtenni, ami az önkormányzat ingatlanjaiba, útjaiba és mindennapi életébe szükséges. Én igazán úgy szeretném összefoglalni, minden egyéb más lehet vezetve, és én hozzátenném azt, hogy ez az első lépcső lenne. Tehát hallottam ugye azokat a visszajelzéseket, hogy ez lehet, hogy a mostani fizetőképesség mellett ez nem tud működni, de azt is figyelembe kell venni, hogy a bérek emelkedtek. Igaz, hogy az életszínvonal is drágult, ezt mindenki tudja, pontosan lehet látni, mindenki látja a saját bevásárlókosarában, hogy amivel 20 ezer forinttal, mondjuk a 10 ezer forinttal elment a boltba, akkor belekerült a kosárba, a kóposra került, most jó, hogyha az aljában van valamennyi. De ugyanúgy az önkormányzatot üzemeltetni kell, ugyanúgy azokat a szükséges számlákat ki kell fizetni, és azt megint csak hangsúlyozni szeretném, hogy mi nem vagyunk benne a rezsicsökkentésben. Tehát, mint önkormányzat nem szerepel ezekben a kedvezményekben, tehát ezeknek az intézményeknek, az önkormányzatnak, minden évnek az üzemeltetése, még a beszedett díjak mellett is lehet látni, hogy nagyon-nagyon-nagyon pengélyen tud most majd táncolni a jövőben. Én ezért kérem a bizottságot, hogy ezt tárgyalja, és lehetőség szerint támogassa ennek az elfogadását, és az egész rendelet teljes mértékű kidolgozása akkor meg tud történni a novemberi döntésig. Hát ugye, hogy ezt novemberre kell eldönteni ahhoz, hogy jövő januártól ezek az adóemelési mértékek aktiválódni tudjanak. Abban szerintem majdnem mindannyian egyetérthetünk, hogy adórendezési adókorrekcióra szükség van, sőt az indokokat is maximálisan értjük és el is fogadjuk, de is én elfogadom. Viszont ami az eredeti előterjesztés, az gyakorlatilag egy egyszerű adóemelés. Nem tartalmaz
az szállításokat, részleteket, nem arra gondolok, hogy nem számolták ki, hogy mennyi, ha megemelik 30%-kal, hanem nem kerültek variáció kidolgozásra, amit mi küldtünk előterjesztést, nem tudom, hogy azt sikerült-e elolvasni. Mi sokkal inkább szeretnénk egy ilyenfajta adókorrekciót, és pont azért, mert a polgármester úgy mondta, hogy november a határig, azt gondolom, hogy van idő arra, hogy ezt részletesen ki lehessen dolgozni, át lehessen beszélni. Kérdezem, hogy ismertessen, amit leírtunk, vagy elég érthető volt leírva. Azt gondolom, hogy arra fel kell készülni, amit polgármester úr is mondott, hogy az adóemelést senki nem szereti. Ez egy teljesen normális emberi reakció, de adóemelésre, rendezésre pedig szükség van az elmondottak miatt is. Viszont ha figyelembe vesszük a jogszabályokat, és figyelembe vesszük azt, hogy jelenleg egyértelműen szétválasztott építményadóra és kommunális adóra az ingatlan típusú vagyoni adókat, akkor azt látjuk, hogyha ezt az egy összegű vagy egy számú egyszeri 30%-os adóemelést hajtjuk végre, akkor a kommunális adó összege emelkedik 5000 forinttal, míg az építményadó összege ennél jóval többet emelkedik. Én azt gondolom, hogy fontos az arányosság és az igazságosság elve a település adózási rendjében. Ha ezt az elvet követjük, akkor már mint a jelenlegi, akkor elmondhatjuk, hogy egy 200 négyzetméteres lakóházra pontosan ugyanannyit fizet, mert kommunális adó, mint egy 30 négyzetméteres házra, ami messze nem arányos és messze nem igazságos. Mindeközben az építményadónál pedig csak és kizárólag az életvitelszerű tartózkodást veszünk figyelembe. Ezt a 30%-os adóemelést nézzük, és a jelenleg, illetve a 2015 óta érvényben lévő kúriai döntést, amire most már egyre többen hivatkoznak, akkor fel kell arra készülni, hogy az építményadók fizetők egyre nagyobb százaléka fogja életvitelszerűen használni, legalábbis nyilatkozatában az ingatlanát. És aztán szépen belekerülünk egy adó spirálba, mert egyre nagyobb létszámban fizetnének kommunális adót, egyre kisebb létszámban fizetnének építményadót. A kommunális adóval el fogjuk érni az adóplafont, a maximumot. Az építményadót egyre kevesebben fizetik, és nem fogja betölteni a célját az adórendszer. Nem fogunk tudni egy jelentős, igazságos és követhető adóemelést elérni, adóműködést elérni. Ugyanúgy, ha egyre több életvitelszerűen tartózkodó fizeti a kommunális adót, nem fogunk ebből jól kijönni. Én legalábbis ezt gondolom. Ezért szeretném, a mi koncepciónkban szerepe, tisztában vagyunk azzal, hogy ez mondjuk az életvitelszerűen itt élőket mellbevágja, de nem véletlenül tettünk ebbe jelentős kedvezmény lehetőségeket, valamint szociális támogatás elemeket is. Ezért kértük azt, hogy vizsgáljuk meg a hivatal, nézze meg a rendelkezésére álló információk alapján, hogy milyen területek, milyen
létszámokának a rendelkezésére, és ezzel akkor ki lehetne számolni egy olyan adómértéket, ami egyfelől megfizethető lenne, másfelől mellé lehetne rakni egy olyan kedvezményrendszer, ahol már lehet érvényesíteni az állandó lakcímre való hivatkozást, amivel azok, akik mondjuk életvitelszerűen ténylegesen tényleg állandó lakossági a településnek, 2-3 gyerekkel laknak itt, nem fognak jelentősen többet fizetni, mint a 30%-os áremeléssel mondjuk, tehát adóemeléssel mondjuk. Jó, értetve. De gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez itt van, tehát adós kollégának, akik vannak, illetve a törvény lehetőségek alapján mit és hogyan lehet. Tehát mi ehhez igazítottuk magunkat. Tehát én azt gondolom, még egy fontos dolog, hogy tehát legyünk konkrét, az üdülő tulajdonosok, mert üdülő tulajdonosokról beszélünk, vagy plusz ingatlanban rendelkezők, ez egy extra vagyoni elem. Tehát most utána érdeklődtem Balaton, meg egyéb környezetében levő emberek, polgármester, kollégáknak, tehát gyakorlatilag, hogy ezeket ugyanúgy ezeket a kivetéseket megteszik. Elgondolkodni el lehet rajta, hogy is egy gondolati felvetésként ezt persze lehet ezzel így megkérdezni ezt a gondolatsort. Mi a saját mostani tudásunk alapján, illetve országos szinten, ahogy ez működik, ehhez néztük meg ezt az egészet, és mondom, abszolút támaszkodva az adós kolléganők és a pénzügyes kolléganők információjára, mi ezt láttuk és ezt látjuk most jelenleg jónak. Én pedig azt gondolom, hogy nagyon sok más település van, ahol viszont a mi adók koncepciónkat követi, például ilyen Pomász. Surányt ne tekintsük egy luxus helynek, ne tekintsük egy luxus nyaralónak. Ráadásul ezt pont kezdik kivezetni, ezt a szocialista jellegű megközelítést, hogy luxus aló. De valakinek van egy ingatlana, akkor azért fizet. Ha 3 ingatlana van, akkor 3 ingatlan után fizet, ez nyilvánvaló. De azt mondani, hogy ez egy plusz ingatlan és luxus, ez most nem helyén való szerintem. És továbbra is azt mondom, hogy az adós kollégák, köszönöm szépen a munkájukat, kiszámolták azt, hogy mennyi bevétel növekedés érnénk el egy darab egyszerű 30%-os adóemeléssel. Amit Krisztin javaslunk, ezzel igen, kéne egy kicsit dolgozni, meg számolni, meg utána menni, de lehet, hogy lehetne egy normális, igazságos adófizetési rendszert elérni. Mert mondom, egészen bizonyos, hogy meg fog indulni az a fajta hullám, hogy a nyaralóknak nevezett, de hívjuk őket, jelenleg építményadót fizető ingatlan tulajdonosok elkezdenek életvitelszerűen itt tartózkodni és kommunális adót fizetni. És akkor az építményadó jelentősen csökkenni fog, nem fogja elérni a célját, a tervezet. Mondja ti. Nekem ezzel kapcsolatban az utat teszem, tehát a azt mondja, hogy állandó, tehát egy állandó lakosok életvitelszerűen állandó lakossági száma bent. Ezzel egy párhuzamosan fog menni a normatíva is. Nem, a normatíva nem. Ez van kiadja, ezzel felhívja a figyelmet a lakosságnak, ami én szerintem egy kicsikét zavaros terület, és az adós kollégáknak mindegyiket le kell ellenőrizniük, aki lenyilatkozza, hogy életvitelszerűen itt lakik, hogy ahol tényleg lakik. Máshol nem lakhat életvitelszerűen. Rendben, és ezzel van probléma. Ezzel nincsen probléma, csak hogy ezzel azért tisztában kell lenni, mert ez így most jól hangzik, hogy én azt mondom, hogy itt van. A másik fel pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy az állandó lakosokra, akik
ténylegesen lakcímkártya szerint is életvitelszerűen itt laknak. Ne felejtsük el, hogy 2020-ra vonatkozóan 160 millió forintot ad mellé az állam. Igen, és ez mi történik? Pontosan le van írva, hogy mire adja az állam, és lakosság arányosan adja. Igen. Ezzel nem lehet érni. De bocsánat, az állandó lakosok után adja. Nem annyira az állandó. Így van, és abban a pillanatban, hogyha jelentős, nem állandó lakos lesz, aki életvitelszerűen itt tartózkodik, akkor nem lehet, hogy az adóbevétel csökken, még arányosan a normatíva is csökken. Miért csökken a normatíva? Ki fog jelentkezni? Nem, mert nem fog építményadót fizetni, mert kommunálisat fizet. Viszont nincs állandóra bejelentkezve, ezért normatívát nem lehet utána igénybe venni. Hát de erről beszélek. Arányosan csökken, hogy lesznek. Tehát most, akik kommunális adót fizetnek, azután igénybe vehető normatíva. Hogyha azok is kommunális adót fizetnek, akik életvitelszerűen tartózkodnak itt, de nem állandó lakosok, nekik jelentősen csökkenni fog az adója, de normatívát nem lehet utána igénybe venni. De ez nem jelenti azt, hogy csökken a normatíva. Az adóbevétel csökken. Erősen csökken belőle. És azért tudjuk jól, hogy a kommunális adó és milyen hajlandóság van a fizetésére. Tehát azért ott is vannak elmaradások. Szerintem itt a jegyzőasszony, mert a Gábor is már jutott. Jó, bocsánat, jegyzőasszony. Én most megválaszoltam előtt, hogy jó, akkor jegyzőasszony. Néhány gyakorlati dolgot szeretnénk csak tisztázni, jó? A június 25-én fennálló adóhátralék, tehát amivel tartoznak. Építményadóban 3,5 millió forint, kommunális adóban 2,1 millió forint. Ez a mostani értékekkel számolni. Olyan lehet gondolni, hogy aki idáig kommunális fizetni, az jövőre építményt fog fizetni, hogyha a kommunális adó összegét sem tudta befizetni, akkor a magasabb építményt még annyira sem fogja tudni. Na, tehát a kétlevőség biztos, hogy nőni. Ez nem lehet indok, hogy megnézzük, hogy kik azok, akik rosszul tett, akiknek rossz az adó morálja, és azért nem emelünk ott adót, mert nekik amúgy is rossz az adó morálja. Nem. De ezt most mondjuk, hogy ezt mondtuk, nem? Nem. Következőt szeretném még mondani. Az, hogy a hivatal számolja ki, hogy kérjünk be most egy adóbevallást mindenkitől, mint augusztus 31-ig, azok tegyük fel, beérkeznek, az alapján számoljuk ki, hogy mennyi az az optimális építményadó per négyzetméter, így, ami fedezi azt a bevételt, amit mi szeretnénk jövőre. Így van. Az egyik probléma, hogy nem kérhetek most beadóbevallást senkitől, mert nincs változás. Tehát ha nincs valakivel változás, nem változott évközben semmi, és ő már beadta a év elején, nem kérhetek tőle még egyszer. Ezt törvényszabályozom. Ha tegyük fel, azt mondjuk, hogy január 1-én akárhogy az új hatórendelet, az alapján már kérhetünk mi előre adóbevallást, adatbejelentést. Mire azok beérkeznek? Nagyjából február-március, és akkor még nem az összes beérkezni, csak egy nagyon nagy része. Azt teljesen előről fel kell dolgozni, tehát akkor számolni kell azzal, hogy a jövő évben március 15-ével biztosan nem lehet adóbevételekre számolni. Egyszerűen annyi adminisztratív feladat van a bevallások új feldolgozásával, amit két kolléga nem tud elvégezni. Tehát, hogy akkor biztos, hogy a jövő évi adóbevételek csúszni fognak, nagyon-nagyon sokat fognak csúszni. A következő, amiket írtak a módosító javaslatban, hogy az egy családban élők számához képest adjuk kedvezni. Ez egy évről évre változó szám, tehát hogy emberek születnek, meghalnak, tehát ezt akkor minden
De ez egy állandó változó. Ezt hogy lehet beépíteni egy rendeletbe, hogy az a dolog lehessen? Hát a lakosság szám is állandó változó, sok minden állandó változó. Ennek az általunk felvázolt koncepciónak az alapja más településeknek a létező adó rendelete, tehát más település képes rá. Konkrétan Pomáz. Például Pomáz, igen. Szóval már kicsit nagyobb az a tárcsa, pontosan így van. Tehát a költségben sokkal nagyobb a parátussal dolgozik. És van egy óriási iparizási adója. Igen. Az, ami szerintem ami nagyon-nagyon sokat nyom alatt van. De hát pont az a legnagyobb probléma, hogy nincs iparizási adónk, mert nincsenek vállalkozások ilyen-olyan okokból. Nagy vállalkozások, igen. Ezért képtelen vagyunk a lakosságot adóztatni. Akkor legyen már egy kicsit igazságos és kicsit munkásabb ez a dolog. Én elhiszem, hogy van ezzel munka, de nem lehet. Tehát könyörgöm, én tényleg igyekszem, de nem lehet az indok egy projektnél, hogy sok munka van vele. Na, most jó. Szóval magának az adó, nem egy projekt, magának az adó. Hát az adó, hogy ez is egy projekt. Nem adnám a sok munka elveszolta, hanem hogy valamit egyszerűen hiába szeretni az ember, a jogszabályok megkötik a kezét, nem kérhetek új adóbevallást. Rendben, akkor ki lehet számolni a mostani szerint? Vagy hogy? Aki most kommunális adót fizet, arra nem fog, nincs adatunk, hogy ő neki hány négyzetméteres ház. Ezt nem kellene bevallani. Nem kell négyzetméter bevallani. Tehát ott már meg kell oldani. Attól, hogy elkezdem, nem lesz rájuk alapunk. De miről beszélünk? Amikor egy ilyet bevezet, az nem kezdi el valahol? Erről van, hogy egyébként mi felszínűleg most nem veszem a dolgokat, hogy kezdődött, hogy mikor, hogyan épült föl. Én elhiszem, hogy hovállani így van, benne lenne így, ahogy említették itt többen, amit most javasolt a Miklós a testületnek, az településeknek egy másik halmazában van, hogy itt most kétfajta hozzáállás, kétfajta világnézet mondjuk így versenyez egymással. Sok mindent mondtak már irányleg arra, amit mondok, még az, hogy szocialista, azt nem egyébként, köszönöm, ez egy egészen új történet volt. Itt tudom, hogy erre javaslattam világos, de ott is így állott föl maga a helyzet, egyszer csak azt mondtuk, hogy ez a helyzet, hogy kértek be ők adóbevallásokat, mi alapján mérték fel az ingatlanoknak a nagyságát? Szerintem lehetősége van a helyi hivatalnak megkeresni a Pomázi hivatal, és segítséget, tájékoztatást kérni tőlük arról, hogy ők ezt ott csinálják. Lehet azt csinálni, lehet azt csinálni, hogy szakaszosan csinál. Tehát, hogy ezekre van, de momentán az elvekről beszélünk. Nem gondolom, hogy nekünk kell egy mások, tehát tizedesig kidolgozott. Ez egy koncepció, amit ha hajlandó a testület támogatni, akkor el kell kezdeni vele foglalkozni és dolgozni. Tehát utána lehet menni ezeknek. Parancsol. Akkor tudunk kiküldeni új adóbevallási, adóbejelentési, vagy adatbejelentési nyomtatványokat, amit elfogadásra kerül a koncepció. Az alapján, ha elfogadják novemberben, ki lehet küldeni a mutatványokat, de ahhoz már meg kell határozni az atomértékét. Tehát nem attól fogja nem tudni meghatározni az atomértéket, hogy azok majd bejönnek azok a mutatványok. Hát rendben. Ezt is lehet. Meg kell megkérdezni, hogy én... 3 hónap, tehát mondom, hogy novemberben előtt nem lehet. Ha elfogadják. Illetve nem is novemberben, hanem decemberben, ugye van. Tehát erre számítani kell, tehát tényleg de nem tudja hamarabb kívülni. Rendben van. Ez oké, de akkor nincs bevétel. De aztán meg lesz. Reméljük, hogy a magasabb adót, igen. De kérdezem, hogy mi a garancia arra, hogy mondjuk van egy 100 négyzetméteres nyaraló, hívjuk nyaralónak,
annak most 30%-kal megemelik az adóját, mi a garancia arra, hogy ő befizeti? De miért gondoljuk azt, hogy ha ezt az eredeti javaslatot támogatjuk, hogy akkor jobb lesz az adómorál, mint ha a másikat? Miért? Tehát, hogy mert ne haragudjon jegyző az, hogy ő az egy nagyon nem szimpatikus, nem tehát véletlenül sem akar még rosszat mondani, csak nem mondjuk már azt, hogy az állandó lakosok rosszabb adófizetők, mint a nyaralók. Mert ugye az előbb ezt mondta, amikor azt mondta, hogy nem. Mert akkor miért gondoljuk azt, hogyha baromira egyben megemelünk egy adót, mindenféle mögétel dolog nélkül, meg levezetés nélkül, akkor jobb lesz az adófizetési morál. Mint hogyha csinálunk egy olyat, amivel bemutatjuk, hogy mi lesz. Szóljatok, ha arra nézek, és akkor nem látok, bocsánat. Én valahogy, ez nem a Bornak problémája, vagy nem az, tehát hogy ha kicsit, akkor nézzük távolra, hogy azt szerint, amit javasoltam a polgármester úr, azt szerint tesszük meg az adóemelést. 5 év múlva, 10 év múlva ez hogyan fog zajlani? Tehát, hogy ott a kommunális adónál van egy plafon, nem tudom azt... 30 000. Hogy azt fogják változtatni, nem fogják változtatni. Minden évben változik. És mi a tendencia? Tehát, hogy mit lehet arra mondani az elmúlt években, mennyit változott ez? Tehát, hogy mire változott? 18 000 forintról, még amikor elindult, most már 30... 31 000. Mennyi idő alatt értel 18-ról 30-ra? Jó, magyarul látványos emelkedés évről évre nem várható az adómérték plafonjának az emelésében. Igaz? Hát ez az államfőkénye. Ez most azért, bocsánat, ezt azért, hogy mondjam, és egy magamhoz aggatom szót is már tűnni is akar. Tehát beszéltünk a pénzügyminisztériummal. Tehát, hogy mondjam, mert lehet, hogy ez vicces, de akkor is elmondom. Tehát elmondták, a Pogácsási úrék elmondták, a Dukai úrék elmondták, hogy az önkormányzatok nem fognak további támogatást kapni. Tartson jobb, bal, közép, vagy bármilyen oldalra. Ha nincs meg az adóerősség kihasználtsága az országos mértékhez mérte, nem lesz segítség. Tehát most ki lesz hasonlva az ország is, meg a minden önkormányzat. Tehát én azért javaslom ezt, hogy ez a 30%-kal lépcsősen el kellene indulnunk, mert most egyelőre ezek az adónemek vannak. Nem tudjuk, hogy ott fentét fognak változtatni. Na de erről van szó, nem tudjuk. Ezért, ha kitalálunk egy hasonló, mint amit mi javasoltunk, ott semmi mást nem kell csinálni, mint az adó mértékét lehet változtatni. Föl lehet változtatni a kedvezmény négyzetméterét, tehát iszonyú sok lehetőség van benne, mondjuk egy év tapasztalatainak a leszűrése után. Mi most rányomtunk egy egyszer 30%-ot, amivel nekem továbbra is az a bajom, hogy pont polgármester úr jelezte, hogy luxus, de hát szerintem meg az is igazságtalan és az is luxus, hogy egy 50 négyzetméteres házra is 17 000 vagy 22 000 forint kommunális adót fizet valaki, meg egy 200 négyzetméteresre is. Azért az elég jelentős.
Hát elég nagyon tűnik. De hát azért az elég húzós, azt kifizetni. Mondjuk egy százezerrel. Én ezt most arra mondom, hogy jelentős, hogy van még benne lehetőség. Hát igen, de hogy valóban szét fog húzódni az itt lakók és a nyelvok közötti adóbevezetés. Szóval pont ebben a koncepcióban az lenne, hogy picit közelebb kerülne ez egymáshoz. És sokkal, miután össze lenne kicsit tolva, így ezeknek a megemelése sokkal jobb lenne hosszú távon, mint az, hogy az egyiket emelnénk meg erőteljesen. Hát egységes emelést mondtunk, és én továbbra is, mert a 30% az meglehetősen egységesnek tűnik számomra. A százalék az ilyen. A százalék az igen. Az, amire ugye a polgármesterünk megkapta, hogy luxusadó, én ezt úgy gondolom, hogyha valaki állandóra ide be van jelentve, az itt él. Ha valakinek itt nyaralója van, az azt jelenti, hogy minimum egy darab mobilizálható ingatlanon van, hogyha bármi van. Tehát az igenis, hogy ha már a vagyonnak a megadóztatása felé megyünk el, akkor akinek van üdülője, és nem pedig örül, hogy mit tudom, egy 30 négyzetméteres házban lakik négy gyerekkel. Akkor ugye tisztában vagyunk, hogy akinek van üdülője, nem biztos, hogy van saját tulajdonú lakása, vagy lakóingatlana. Lakhat bérlakásban, lakhat albérletben, azért ez nem ugyanazt jelenti, ez az egyik. A másik meg az, hogy egységes 30%-ról beszélünk, azért nem én vagyok a pénzügyi szakember, de baromira nem mindenki, hogy 17.000 forintra teszünk 30%-os emelést, vagy egy négyzetméterenként 1000 forintra teszünk 30%-os emelést. Az durván, tehát ez a klasszikusan így elkezd élni az olyó. Ez nincs különbözőség. Valami példák hagyhozzak, mert az életem nagy részére oda kötődő bizonyos mértékben, ott volt tulajdonunk, ott a balatoni önkormányzatok meghozták a döntést, ette-nemette, ez van, és mintől ráterhelték az ingatlanokra. Tehát én annak idején azért adtuk el, tehát személy szerint azért adtuk el, pontosan, mert azt mondtuk, hogy nem tudjuk kihasználni, és nem tudok vele mit kezdeni, tehát gyakorlatilag megszabadultunk tőle. Tehát ha az embernek, most bocsánat, most visszahozom, ez az extra, vagy ahogy Magyar mondta, luxus. Ha ezt nem tudom tartani, akkor ezt el kell engedni, mert gyakorlatilag most Surányi ezt mutatja, hogy hány elhanyagolt olyan ingatlan van, amiben semmit nem csinálnak, és nem tesznek hozzá semmit, és lehet, hogy megtaláljuk köztük azokat is, akik nem fizetik ingatlan. Hát olyan ingatlan van, ami magyarul deklaráljuk azt, hogy fizessen baromi sokat azt, magyarul deklaráljuk azt, hogy az, akinek itt nem életvitelszerűen itt tartózkodásra használt ingatlana van, az luxus. Arra terheljük rá az adóemelés döntő többségét. Aki pedig itt lakik életvitelszerűen, az pedig kap egy fizessen egy évben 5000 forinttal többet. És hozzá jön a normatívat. És hozzá jön a normatívat, igen. Mert itt viseli a településnek azon nehézségét és örömeit, ami itt van. És aki nem lakik itt állandóan, az nem viseli. Tehát könyörgöm, pont erről beszélünk, hogy próbáljunk meg egy egységes település képet, egy egységes település működést csinálni. Véletlenül sem. Ez igazságtalan. Az meg az itt élőkkel szemben igazság. Mi? Az az adókoncepció. Gyakorlatilag az állandó lakosok fizessék azt, amit a nyaralóktól most nem kérünk el. Nem. Momentán ne az legyen, hogy a nyaralók fizessék a kétharmadát annak. Nem, hanem az állandó lakosok fizessék azt, amit a nyaralóktól most nem kérünk el. Nem, mindenki fizessék. Hát az a példában, amit ezt ugye mindenki hallottam. Ezt ugye mindenki hallottam. Köszönöm szépen. Na, csak szó segítek, hogy a Olivier, meg a Gábor is már jelentkezett. Szóval Gábor. Én már nagyon régóta jelentkezett. Jó, de nem tudjuk a nevezetlen, bocsánat.
Igen, azért még így is megvan a különbség. Tehát, hogy van egy nyaralgó tulajdonos egy 100 négyzetméteres ingatlanban, és van egy itt lakó egy 100 négyzetméteres ingatlanban négy fővel, azért az jelentősen kevesebbet fog fizetni, mint az, aki nyaralgóként van itt. Tehát a különbség megvan, viszont egyébként kicsit közelebb fog kerülni, tehát a terhek azok kicsit jobban el lesznek osztva. De a különbség még így is meg fog maradni. Persze, szerintem ebben az egészben lesz. Az állandó lakosok azok mindig négy fővel laknak egy ingatlanban? De most is egy példa volt, jó? Most nyilván nem tudok mondani X-szél variációt. Igen, de mondjuk az Újfaluban szerintem ezért az állandó lakosok többsége ezért az egyéb újfaluban ezért érted a koncepcióban azt, hogy lesznek szociális kedvezmények, amiket igénybe lehetne venni. Tehát egyikünk se gondolta azt, hogy egy egyedül élő idős hölgy vagy úr a 100 négyzetméteres ingatlan után borzasztó magas összeget fog fizetni. Ezt egyáltalán nem gondoltuk. Tényleg tudom az előterjesztésbe, hogy így módon lehetne ezt esetleg szociális alapon adjuk, szociális támogatást kapnak, aki ott megemelkedett építményadót nem tudja kifizetni. A szociális törvény mondja meg, hogy milyen szociális ellátásokat adhat egy önkormányzat. A törvényben tételesen fel van sorolva, hogy mik azok a települési támogatások, amikre az ilyen célú normatíván használni lehet. Abban van a lakásfenntartási, de ez nem az a kategória. De a gyógyszerfeldolgozás. Az adót úgy kell kiszámolni, hogy benne legyen az a többlet bevétel, amivel meg lehet támogatni szociális kedvezményként azokat, akik rászorulnak. Tehát akkor egyik zsebből átadjuk a másikba. Hát teljesen mindegy, az a lényeg, hogy van egy adónövekmény, és aki szociálisan rászorul, mint a támogatás. Kedvezmény. Tehát még többet kell befizetni annak, aki nem szorul rá szociálisan. Igen. Azért, hogy a másiknak a kedvezményét ki tudja fizetni. Igen. Így van. De nekem speciál közel négyszeresére lenne az adó, hanem ötszörösére. Három gyereket nevelek egyedül. De hát szerintem miből fogok lehetni? Három gyerek után eleve a mi javaslatunk szerint négy emberi kedvezményt lehet kérni. Rászorultsági alapon további kedvezményt lehet kérni. Ez egyszerűen, én azt nem értem, hogy a nyaralú az luxus, a baromi nagy alapterületű ház pedig nem. És én ezt nem értem, hogy folyamatosan azt hangzik el, hogy az ófalú, a nyaraló, ez nagyon szomorú. Bocsánat, Surányi vagyok, tehát én ott építkeztem, nem az ófalú. Akkor én az én szóval továbbmondom, hogy rengeteg idős, egyedülálló ember él Surányi. Ezért kell. Ezt is se gondoltuk, hogy szeretnénk. Ezért kell pontosan kiszámolni, utána nézni, tervet készíteni, dolgozni vele. Oliver szegény már hosszasan próbálkozni. De jól átgondoltam így. Igazából én amitől fázok ettől a újonnan látható behozott koncepciótól, az pont amivel most beszélhetünk, ez a szociális és élmény a kedvezmények. Teljesen tértenem most ezt a kérdést, hogy nyaraló, vagy itt lakó, vagy itt született, vagy valami, már csak annyiban tenném félre, hogyha építményadót fizet mindenki, ez teljesen felemás. És ha ezt fizeti viszont mindenki, és figyelembe veszük azt, amit itt már többen mondtatok, hogy egyedül él, több gyermeket nevel, ilyen olyan jövedelmi viszonyai vannak, és a többi, hogyha ez mind, én biztos vagyok benne egyébként, hogy ha megszűnünk egy keretet is, a lehető legtöbben ebbe bele szeretnek férni nyilván, és bele is fognak tekintve, hogy valóban ilyen anyagi helyzete, valóban egy gyereket nevel, valóban annyit keres, és a többi. Arról nem is beszélve, és itt egy picit most mondhatod, hogy nem a nyaralókról beszélek, hanem azokról, akik régóta itt laknak, de ennek most oka van. Mégpedig ugye, hogy egészen más házat épített magának, akár négyzetméterben az, aki úgy tervezte, amikor megvásárolta a nyaralót, mint aki, mit tudom én, megörökölte a
nagyapjától, aki állatokat tartott, és az átlett valakit. Tehát itt van ennek egy ilyen forgatókönyve, és de mondom, amitől fázok a leginkább, az az, hogy, és ebben már valamennyire szerintem ez egyenlőtlenség, hogyha túl sokan és túl nagy mértékben férnek bele ezekbe a bizonyos akármilyen kedvezményekbe, legyen a szociális bármilyen, akkor az egyéni adóteher mondjuk akármelyikünknek, az nem ennyivel fog nőni, hogy 30% vagy akármennyit mondunk a mostanihoz képest a koncepciótok alapján, hanem sokkal nagyobb mértékben. Szerintem meg nem. El kell végezni ezeket a számításokat, meg kell nézni a lakosságot, meg kell nézni a bevételeket, a bevallásokat, és ki kell számolni. Meg kell nézni, tehát nem mondjuk már azt anélkül, hogy nem jó, hogyha nincs rá adatunk. Mert akkor én mondhatnám azt, hogy mivel ez valamilyen aránytalan, emeljük 40%-kal a kommunális adót, és 10%-kal az építmény adót. És akkor egy ilyen arányos De szerintem messze nem olyan igazságos, mint az általános építményadó. Bocsánat, adó sosem lesz igazságos. Tehát az de ezt, már próbáljuk. De nem, kedves vagyok, én azt tudom mondani, hogy ezt nem lehet ilyen módon ezt sajnos kezelni, mert én azt látom és azt tapasztalom, hogy mondom a saját bőrömön is, tehát amikor rám kivetették a Balatonnál az adót, azt igazságtalannak tartottam. Tehát itt nem lesz igazságosság, mert az embereknek amúgy is nehezére fog esni ezt az egészet elfogadni, de holnap után nekünk is nehéz lesz odállni bármelyikünknek, hogy meg kéne csinálni ezt, meg kéne csinálni az összes, és szét fogjuk tenni a kezünket, hogy hát bizony, erre nincsen pénz az önkormányzatnak, bocsánat, csak egy fél mondat, mert csak arra jut pénz, hogy a menjen az óvoda, meg működjön ez, és azon túl semmi más. És ezt én azt szeretném, hogy pontosan, hogy ti is elképzeltek, hogy mi is elképzelünk, hogy összességben az önkormányzat elképzel, ezek a célok megvalósíthatóvá váljanak, és ezt az embereknek ezért bizonyos fajta áldozatot kell hozni, és ez az áldozat, ezt úgy hívják most, hogy adó. Mindenkinek arányosan összeneviselésnek hívják. Így van. Így van. És hogyha mondom, annyit adtad, hogy például senki nem beszél arról a nyugdíjasról, aki mondjuk valamelyik városban lakik egy lukban, egy önkormányzati bérlakásban, és van itt mondjuk egy nyaralója. Az luxus. Tehát én is tudok ilyen példákat mondani. Vannak ilyen példák. Aki ilyen lakásban, az nagyon meg tudta spórolni azt a pénzt. Ez a mindig keressük azokat, hogy hol lehet belőle a koncepciónak. Holott ez pont ugyanannyira életszerű, mint amit ti is elmondhatok, hogy de van ilyen, van olyan, és van ilyen is, olyan is, meg amolyan is. Én továbbra is azt mondom, hogy ez a fajta 30%-os adóemelés egy borzasztóan igazságtalan, aránytalan és egy nagy holló nyitás kezdetét hozza maga után, és oda fogja eljutni, hogy lehet vizsgálni nyilván, sőt, nagyon sokan fognak élni a kommunális adó fizetésének a lehetőségével, nagyon sokan. És nem fogja elérni a célját az adóemelés. Szerintem a önkormányzati bérlakásban, akik nem lehet más ingatlan tulajdona. Hogy ne lehetne? Azon a településen nem lehet. Hát azt mondom, hogy ezt azért megkérdezik, tehát egy önkormányzati bérlakásnak szociális feltételei vannak. Tehát ingatlan tulajdon nagyon gondolom, hogy nem lehet. De lehet ugyanazon a településen, nem lehet önkormányzati bérlakásra, és így saját tulajdonú ingatlannak. Parancsoljuk. Nekem az nem már kívülálló kemberek szólnak, hogy ha jól értettem, javasol ebben a elmondták, hogy nincsen adatok, nincsenek adataink, tehát, és ráadásul nem tudunk bevallási kérni, mert nincs lehetőségünk rá. Kvázi, ha így válaszik az adóváltozatás, az a koncepciót, amit mondhatok, belegondolva, amiből lehet, hogy adó veszteségünk, jelentős adó veszteségünk lesz.
Mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy november-decemberben, amikor lehetőségünk van egy felmérést megcsinálni, akkor bekérjük mindenkitől bevallást, ezt bejöttek november-december, januárra fel tudjuk dolgozni. Annak alapján ki lehet számolni, már van adott a kezünkbe, hogy ki hány négyzetméter, stb. Azt fel lehet dolgozni, és annak alapján konkrétizálni lehet a ti javaslatotokat négyzetméterre pontosan. És akkor utána van a következő lépésben, nem mostanadó koncepció változásának következő. Akkor fogadható el, hogyha azt mondjuk, hogy nem emeljük most adót. Mert igen, tehát sajnos ez egy tök jogos észrevétel, de ez csak akkor működik, hogyha azt mondjuk, hogy ezt tervezzük a következőnél meg, de akkor addig nem emelünk adót, vagy csak valami minimális adót emelünk, és nem. És mondjuk egy arányos adót emelünk, azt mondjuk, hogy 10% az építményre, 30% a kommunálisra, és a következő bevallásokat úgy kérjük, hogy ezeket az adatokat ki lehessen számolni. Nem, mert kommunális adó nem ad. Tehát ameddig kommunális adó van, addig én a kommunális adó fizetőktől új építményadó bevallást nem kérhetek. Tehát nem fogom meg kell oldani, ki kell menni és felmérni. Az 1061 ingatlant. Tessék? 1061 ingatlant lecentizünk. Hát, tessék. Akkor nem emelni. De hát, hogyha kimegyünk, akkor sincsen jogalapon bemenni se ellenőrizni. Igen, ja. Tehát egy kommunális adót fizetőt miért ellenőrzünk? Legyen olyan kedves, engedjen be, mert is szeretnék. Hát, akkor sajnos, akkor nem emelünk. Tehát akkor mindenkinek emeljünk 10% adót, vessük ki jövőre a képbe a bevallásokat, és akkor jövő után ki lehet számolni. Tehát mindenki nem tudom a bevallást, mert nincs rá jó. Hát akkor én is hibáztam, nem jövök. De könyörgöm, akkor hogy tudom? Akkor megszünteti a kommunális adót, de az csak valós egyel tudja megszünteti. Akkor szüntessük meg, nagyon érdekes következő, oké, szüntessük meg a kommunális adót, vessünk ki 500 forint per négyzetméter építmény adót jövőre azzal, hogy január 1-től bekérjük a bevallásokat, kiszámoljuk és következő évben megkiszámoljuk, hogy akkor az normális. Annak, akinek 100 négyzetméteres üdülő ingatlana van, felére csökken az adója, akinek 100 négyzetméteres állandó lakosként ingatlana van, annak a 20.000 forint helyett 50.000 lesz, ha jól értem. Ha mondjuk semmilyen kedvezményt nem tud, figyelni. Legyünk bele kedvezményt, adjunk az állandó lakosokban 50% kedvezményt. Hát akkor milyen csináljuk? Akkor ott vagyunk, hogy lecsökkent az építmény, de a felére lecsökkent, és megemeltünk az 1000 forinttal, mindenki kizessen 1000 forintot, de semmire nem az utcázolandó, én most csak az utcázolandó, amivel dolgozni kéne, segíteni kéne. Ez az jó kéne, nem erről van szerintem. Megint számosítottam, amit mondott, hogy ha 500 forint per négyzetméter, akkor nézzük meg, hogy az 1100 négyzetméteres üdülő ingatlanos mennyit fizet, és mennyit fizet az állandó lakos, akkor mondjuk esetleg nem tudom, ha 1000 forint, akkor nézzük meg. Akkor maradjon az 1000 forint, és az állandó lakosnak jön 50%-kal. Akkor is ő a duplát, több, mint a dupláját fogja fizetni a 17.000 forintos adónak. Mert ugye vegyük a 100 négyzetmétert, felé lecsökkentjük 50%, 50.000 forint adót fog fizetni, 17.000 forint helyen. Ahogy ez? Hát ez pont ugyanaz a parancsolat. Nem, én csak annyit akartam, hogy gyakorlatilag nem tudom, meddig jutunk itt el, de hogy az biztos, hogy ugye az egyik oldalnak van a fix 30%-os jelen pillanatban. Jó, van egy koncepció az egyik oldalon, van egy koncepció a másikon. Ugyanígy itt azt mondjuk, hogy az arányosság, tehát valahogy, mint az arányosságot úgy értjük, ugye, hogy nevezzük akkor a nyaraló és az állandó lakosok közötti éket egy kicsit közelebb húzni. Nem egyformában, közelebb húzni. Tehát magyarán szóval azt kérnénk, hogy akkor próbáljuk egy olyan koncepciót akár közösen kidolgozni, ami ennek mondjuk megfelel.
vagy ezt lefedi valamelyest. Tehát akkor ne ragaszkodjon mindannyiunk így, mint egy pitbull a saját koncepciójához, hanem próbáljunk közelebb egymáshoz egy picit, ami mindenkinek elfogadható lesz a végén. Hát ha sok az építményadó 30%-os emelésnek, meg kell nézni, hogy 10-20%-os emelésnek mit lehet elérni. Milyen levételre megnézni. Mert a kommunális adó 30%-nától fogal nem nagyon lehet emelni. Tehát ha egy 100 négyzetméteres házról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy 100 ezer forint az építményadó, és igaz? illetve azért született tulajdonképpen ez meg, mert az építményadónak a mértéke az ennyi és annyi forinttal nő, nyilván ez a 30%-os összeg. Ezt soknak gondoljátok összevetve a kommunális adó emelésének a mértékével. Viszont hogyha a kommunális adó megszűnik, és az építményadó egységesen kezelendő, akkor a kommunális adó és még egyszer mondom, hogy nem beszélek Surányról, Focs, majd erről az itt lakókról beszélek. Tehát akik itt laknak és eddig kommunális adót fizettek, nekik nem 30%-kal, hanem nagyon mértékben nő meg az ingatlan, az építményadójuk. Erre mondtátok ugye többször, hogy ilyen kedvezmény, és itt jön be megint az, és csak magamra tudok visszacsatlakozni, hogy ha nagyon sokan kapnak kedvezményt, akkor még ráadásul, akkor mindenki azt jön. Nincsenek számítások. Ez a legnagyobb baj, ehhez kéne elvégezni egy csomó. De akkor jön a kérdés igazából az, hogy ha a 30% ilyen esetben az építményadó emelésre jelent, meg B koncepciókkal, mint egyszerűbb az A koncepció alapján a 30%-os emelés az építményadó nem sok, akkor ahogyha a B koncepció lép életbe, és a kommunális adó megszűnik, helyette lesz építményed, az eddig kommunális adó fizetőknek az emelkedése, az megint csak aránytalanul több. De ezt látjuk akkor, hogy ez így van? Nem. Szerintem nem. Másfelől meg mi próbáltunk afelé menni, hogy találjunk ki valamit a tisztelt hivatal, de egész egyszerűen kerekperec az derült ki, hogy vagy megszüntetjük a kommunális adót, vagy nincs lehetőség arra, hogy tervezhetően számolni lehessen a kommunális. Ez nem a hivatal, ezt nem mi kellünk kötünk ki, ezt jogszabályok nekünk előírják. Ha nincs benne a jogszabály, vagy hatáskör nekünk erre, akkor ha fejem tetején állok, akkor se tudok ezzel mit kezdeni. Tehát itt most nem mi vagyunk azok, akik ezt megpróbáljuk meggátolni, nekünk is a jogszabályokat kell végrehajtani. Persze, utána biztos vagyunk benne, hogy utána lehetne annak nézni, hogy milyen lehetőségek vannak arra,
Azért előfordult itt már, hogy a kolléganő bármelyik állított valamit, és kiderült, hogy mégsem pont úgy van egy jobb szabály. Előfordul, mindenkivel előfordulnak. Nyilván állítja, mert és én nem is hiszem, hogy joggal állítja, mert nem volt eddig arra szükség, hogy utána nézzem, hogy milyen lehetőségek adódhatnak, keletkezhetnek ahhoz, hogyha egy önkormányzat fel szeretné azt mérni, hogy ha kommunális adóhelyet építményadót vett neki, a kommunális adó helyetti befolyt adómérték, vagy az adó alapja mennyi lenne, nem vagyok benne biztos, hogy erre nincs megoldás. Meg se próbál senki utána nézni, hogy nem. Tehát én azt látom, hogy azt mondjuk, hogy oké, megnézzük, utána nézzünk, kitaláljuk. De ha ez nem megy, akkor csináljuk azt, nem tudom. Tehát akkor sem normális, hogy ilyen iszonyú nagy különbség van. A vagyon elemeket azt mindenhol súlyozzák, tehát Szentendrén is, hogyha most például valaki egy családi házban például vállalkozást csinál és fizet, akkor az a része utána a vállalkozás, amikor is sokkal magasabb adót fizet. Így van, én is úgy fizetek adót. Igen, és a nyaraló az ugyanúgy egy vagyontárgy, egy plusz vagyontárgy, ami nem az alapvető életvitelhez kell, hanem az már semmit nem tudunk róla, már nem is ilyen. És én azért gondolom, hogy szerintem segítsük a kollégákat annyival, hogy ti is nézzétek meg, hogy mit lehet csinálni, a jogszabályok mindenki előtt nyitva vannak, el lehet olvasni, és meg lehet nézni. Hogy a hivatal a törvényesség és a jogszabályok tudója, a testületnek, a képviselőknek az a dolga, hogy próbáljanak kitalálni, kigondolni dolgokat, és a nyilván segít próbálunk, és a hivatal tegye mögé a lehetséges jogszabály és egyéb megoldásokat. Krista. Nekem egyet tulajdonképpen egy dolgokban szerintem a Zsuzsa, de még nem mutatkoztunk be egymásnak, de hogy Zsuzsa, nem mondok össze, illetve engem arra inspirálna, hogy szerintem egy csoportot, hogy valamit létre kéne hozni viszonylagos sürgősséggel, és ezeket az álláspontokat, vagy esetleg egy harmadikat is valahogy, tehát valahogyan dűlőre kéne jutni, valamit kidolgozni. Tehát, hogy most ne csak itt egymást csészeljük. Egyébként magunkkal egy, de azt is belátom, hogy nyilvánvalóan, hogy közeledni is kell. Tehát, hogy valami közös nevezőre jutnunk kell. És hogy nem lenne akkor az alkalmas rá egy ilyen... Én javasoltam azt, hogy nézzünk meg azt, tényleg rengeteg időnk. Hát, relatíve van időnk ehhez a novemberi vatárnaphoz képest. Számoljuk, hogy mi van akkor, ha a kommunális adó sokkal magasabbra emeljük, akkor sem lesz olyan magas, és az építményadót meg csak 10%-kal emeljük, az úgyis elég magas, és közben kezdjünk el keresni egy olyan lehetőséget, amivel el lehet oda jutni, hogy megfelelő információk és adatok kerüljenek az önkormányzat és a tisztelt hivatal birtokába a településén lévő ingatlanokról. Gyakorlatilag, amit te most mondtál, akkor nem lesz más, mint első körben, legalábbis most az ilyen felfogásom szerint, a megadott számoknak a százalékos pótméterét húzogatni kell. Hát miután nem adtok másra lehetőséget. Bocsánat. A jobb, azt mondjátok, hogy ugye, nincs olyan jogszabály hely jelenleg, amivel január 1-től a mi koncepciónk mentén lehetne valami. Ezt a dolgemelést azt nem úgy találtuk ki, hogy most akkor legyen a dolgemelés, hanem azért, mert ez szükséges, muszárként foglalkozik vele az önkormányzat. Kiküldtünk egy koncepciót. A koncepcióba beleírtuk, hogy mi mit gondolunk. A mi gondolataink természetesen nem szerepeltek benne a ti elképzelésetek, de innentől kezdve nem tudok mást hozzátenni. Tovább lehet ebből lépni, de én szerintem az önkormányzat biztonságos működéséhez lehet, hogy az lesz a jó megoldás, és ezt csak feltételesen mondom, hogy ezt a pótmétert ezeken a jelenlegi adórendszeren húzgáljuk,
oda, ahova kell, és amit elfogad a testület, és a következő évnek tovább lépésében kell ezt megtenni, mert lehet, hogy messze van november, de mégis nagyon közel van ahhoz, hogy csak egy fél mondat erejéig, hogy biztonságosan el tudjunk indulni a jövő évben, és azt a fajta működést tudjuk hozni, ami a esetlegesen kiírt pályázatokhoz is a mindennapi munkához kell, és akkor már ezekkel az új információkkal, amit ti is említettek, akkor lehet, hogy jövő év ilyenkor már konkrétan lehet ezzel dolgozni. Mikor van a következő? Mikor tervezünk a következő testületülés? Augusztus-szeptember, ugye most 5-es szünetet akkor. Akkor javasolnék egy rendkívüli testületülés. Két hét múlva. Szabadságunk lesznek kiadva rengeteg. Mi, hát gondolom van igazgatási szünet, nem? Akkor lesz főleg. Igen, de el vagyunk tolva, tehát akit nem tudtuk, nem vették ki a szabadságokat, azok úgy mennek. Tehát a jegyzőasszony is tudom, a Rámi is, én is mennék. Hát ezt most én tudom, hogy én mikor megyek, de hát igen, ez speciál mikor. Én próbálnám azt javasolni, hogy hívjunk össze egy rendkívüli testületi ülést, amire szerintem új számokat. Bizottsági ülés is első körben ülni. Hát de akkor hogy tárgyalja a testület és hát az, hogy szavaz róla. Tehát... Oké, csak megint egy vitaanyag lesz itt. Tehát a vitaanyag, tehát ha a testület, a bizottsági ponton nem nyugszik meg a történet, akkor a testület is sem fog. Jó, de ha a bizottsági megnyugszik, akkor általában a testületen is, mert azért nincsenek olyan nagy... Jó, de azért mondom, ez egyben meg lehetes. Tehát ugyanazinek a testület tagja, mint a bizottság tagjai, azért lássuk be jelentős változást, nem szokott lenni, meg azért nagyjából kívül a helyzetet. Igen. A kérdés most, hogy mi már közel következő két évben lesz adatbázisunk, amiből ki tudjuk kalkulálni azt, számolják a munkatársaitokat. Tehát a koncepcióból, amit ti csináltatok, akkor ti is készítsetek egy szertárat. Nincsenek, még csak szerintem nem értitek, miről beszélek. Arról készüljön számítás, hogy mi van, ha más mértékben változnak az általatok benyújtott koncepció százalékban. Kiküldőtanyában benne van, hogy hány százalékkal szóztuk, most a százalékot, hogy hova tolom, ahhoz nem kell két hét. Azt ránézhet és látom. De nem, azt gondolnám, hogy készüljön ebből egy hivatalos anyag különböző variációkkal. Hány fajták kellettek, Marin, bocsánat, hogy ezt kérdezem. Megmondom, ti leírtátok, hogy körülbelül mennyi bevételre számítotok az általatok készített koncepció alapján az adóelem, milyen bevételt adó többletre számítotok. Nézzük meg, hogy milyen különböző százalékok kellene ahhoz, hogy ez teljesül. Meg gondolom azért ezt írtátok be, mert ez az adó növekmény úgy gondoljátok, hogy fedezi azokat, legalább a jövő évben, amikre szükség van a működéshez, meg a tervekhez. Így van. Tehát, amíg elmondjuk azt, mert a gépjárgáznék, akkor készültnék, hogy a gépjármű adott a 30%-ot, akkor hoztuk el a szóval. Amikor már van egy idő, ami miatt ezt át kell gondolni, és akkor készüljön 15 különböző számítás, hogy mi van ez, tehát milyen variációk fordulhatnak elő ahhoz, hogy a szükséges növekmény teljesüljön. Ezzel mi a baj? Nem kell ülni, bármit ezt így csinálni. De könyörgöm, ennek egy előterjesztésnek kell lennie, hogy én még ilyet nem hallottam egy, pedig járok máshova is, hogy azt mondják, hogy csináljátok meg ti. Tehát számítsak ki, ez nem a mi koncepciónk, a százalékos adóemelés. A mi koncepciónkhoz közöltétek, hogy nincsenek adatok. Akkor a ti koncepciótoknak a különböző variációit dolgozzátok ki.
Három módon lesz ez kidolgozva. 15 félért teljesen felesleg. Világos. Mert minél több fagyi van, annál nehezebb választani. Jó, oké, és ne hívjunk össze egy másik, egy mondom, javasoljuk mi, ahol az új számokkal, az új százalékokkal azt lehet mondani, hogy akkor nézzük meg, melyik az, és szerepeljen, azt határozottan kérem, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, és az esetleges határozati javaslatban, hogy a hivatal utána jár annak, hogy milyen lehetőségei vannak ahhoz egy önkormányzatnak, hogy a területén lévő ingatlanokról adatokat szerezzen. Rendben? Oké. Akkor? Szavazás. Jön a szavazás, és az... így ebben, én azt javaslom, tehát ő az eredeti benyújtott koncepciót támogatjuk-e? Nem. Ki az, aki támogatja? Ki az, aki ellen? Egy támogató szavaz. Ki az, aki ellen szavaz? Ki az, aki tartózkodik? Szinte. Három igen, két tartózkodás, egy nem. Ki az, aki a nem, két tartózkodás volt, egy nem, és három igen. Fordítva, három nem. Nem, mert... Jó, igen, valóban, igen. Bocsánat. Igen. Ki az, aki támogatja a három, tehát a Krisz tagjával és az általam benyújtott javaslatot? Három igen. Ki az, aki nem? Három nem. Akkor sajnos elfogadtunk. Most melyik javaslatról szavaztunk? Ami? Most a másodikról. Ez az új javaslatról. Tehát az a koncepció, amit kiküldtek, amit Marian továbbított nekünk. Igen. Akkor most a második szavazás az a... Te már tartózkodsz, jó? Ismételtem. Jó, akkor tessék. Nem, de az a baj, hogy sajnos nekünk ez tetszik, ez a tapasztalat, hogy a testületnek lehetőség lesz akkor máshogy dönteni. Jó? Ezt a második szavazást ezt kérdezném, akkor mi jó. Ki az, igen, ki az, aki igennel szavaz a PS2, illetve a Szilvágyi Gábor, Magyász Krisza és Kocsis Marian által benyújtott módosító javaslatról? Három igen. Ki az, aki nem mer szavaz? Három nem. Úgy tudom, hogy akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem. Igen. Hát, hogy igen. Akkor mi, nem? A jelenlévő többségének igen szavazata kell ahhoz, hogy így határozott. Igennek számítson. Tehát a jelenlévő többségének. Ez most egy kormány, ez a három igen, három nem. Ezt nem tudom. De akkor nem is nem. Tehát akkor kérjünk kormány hivatalálásról. Miért? Akkor viszont kérem, hogy arról beszélj, vagy szavazzunk, hogy bár nem szeretett előterjesztésként, de akkor egy rendkívüli ülés keretében a felvázoltakat, a három számítási módot mutassuk meg, amit polgármesteri valószínűleg összehetünk. Hát meg a megterjesztett koncepció alapján az adómértékek arányos változtatásáról szól, ugye? Igen. Nem én állom a sorodat. Nem kérdezett, tehát itt nézem, hogy ez idegen van? Így lehet ez most szavazni? Ki szavaz, mert jelenleg szólja Gábornak, hogy ő mit szavaz.
szünetet rendelke. Valószínűleg valami komoly probléma, hogy 5 perc szünetet rendelke. Vizsgáljuk meg az általatok benyújtott előterjesztésnek a számait más százalék arányokkal, úgy, hogy igazságosabb legyen. Oké? Okay. Ki támogatja ezt? Hát én nem támogatom. 4 támogatjuk, igen. Ki nem támogatja? 1 nem támogatja, ki tart, és 1 tartózkodás van. Akkor szeretném kérni, hogy megpróbáljuk a lehetőségét megvizsgálni. Jó? Mert Zsuzsony 4-es napi rendre? Igen, hogy jó. 2. negyedéves adóbevételtől jegyzőasszony. Az írásban kiküldött előterjesztéshez képest, szóval nem szeretnék sokat hozzáfűzni. Úgy köszönöm. A kérdés egyébként van valakinek hozzá? Nincs. Kérdezem, hogy a bizottság elfoglalja a 4. napi rendben tárgyalat, vagy bemutatott adóbevételekről a 4. tájékoztató. Köszönöm az igennel. Egy hang. Egyebekben van-e valakinek valamilyen, még a, ez az egyebek? Ez mondod, hogy még ez egyebek? Igen, talán. Ha lehet. Persze, persze, azt kérdeztem, hogy van-e valaki? Tudom, hogy ez azt kifőtel, hogy egy lehetőség van arra, ami nekünk a egészségügyi pályázat kapcsán is fontos, hogy a Szentendrei Szakorvosi rendelő refirodája ugye bérbe venni és működtetni a régi orvosi rendelőt, amely az egészség, is a EFÉSZ pontosan az egészségfejlesztési iroda, amely idehozna ugye több szakrendelési lehetőséget is, és ez gyakorlatilag ugye a bevételi forrást és a pályázathoz kapcsolódó lehetőségeket is adja. A igazgatóra, a gazdasági igazgatóra, az orvos igazgatóval is tárgyalatom 125 ezer forint plusz áfa értékben az orvosi, ezt az objektumot kivennék, ugye plusz a rezsiköltségnek egy része lesz, ami bevállásra kerül, és szeptember 16-ától elérni szeretnék elfoglalni, és 36 hónapos szerződéses időt kérnek erre. Házi orvosunkkal is beszéltem, nagyon-nagyon örülni neki, hiszen az EFI az mind ilyen rengeteg olyan szűrővizsgálatot és plusz szolgáltatást hoz a településre, ami a mi elképzelésünk is volt, hogy a szakaszosan, de beépülnek a szakorvosi rendelősi lehetőséget a régi orvosi rendelőbe. Ha jól megy minden, akkor még lehet, hogy mellette ugye lesz egy infúziós terápia is, ami meg viszont akkor majd párhuzamosan a Szabó doktornál történne. Én ezt kérdem a bizottságot, hogy támogassák ennek a továbblépését, hiszen itt akkor ez a fajta gazdasági hasznosítása az épületnek megtörténne. Ha esetleg az a kérdés, hogy azért eléggé kötöttek ezeknek a bérleti díj lehetőség, de azt hiszem, hogy egy 125 ezer forint plusz áfa, meg plusz a rezsiköltségnek a bevállalása, ez nagy segítséget jelent, ha hirtelen számol az ember, akkor olyan közel 2 millió forint az, amit könnyít az önkormányzatnak, és nem utolsóban helyre hozza azokat a kérdésségi szolgáltatásokat, amiért nagyon-nagyon sokan Szentendrére járnak. Jó. Van valakinek nagyon kérdésre? Azt hiszem, hogy... Tessék? A szájnézetében, ez a körülbelül.
160 körül van durván a régi kisrendelő. Mi küldtünk ehhez is egyébként egy javaslatot, ha jól emlékszem, igaz, hogy nem ide van a testületre, hogy mivel úgyis azt tovább kell végetni ugye szeptemberig, miért nem próbáljuk meg pályázat útján is hasznosításra megkérdetni őket. Tiltja egy jogszabály ezt, hogy egyszerre valami bérlet, tehát szolgáltatási hasznosításra és értékesítésre is meghirdessünk. Én a orvosi rendelő kapcsán, én most kiállnék a szakorvosi rendelő mellett több foknál kifolyólag is, hiszen helyben érkezik egy olyan egészségügyi ellátási lehetőség, amiért utazni kell, parkolást kell fizetni, egyéb utol dolgokat. Kérdés az, hogy ha még bérleti díj vagy gazdasági hasznosítás szempontjából kiadnánk azt az épületet, akkor ugye lehet-e ez olyan bérleti díjat kötni, vagy olyan szerződést kötni, amelyben az épület fenntartását, üzemeltetését és egyéb dolgát az bérbevevő lesz igénybe, de akkor tudjuk azért, hogy nem mindig úgy kapjuk vissza, és nem úgy történik meg a visszaadás, mint ahogy kellene, ez nagyon sokszor találkoztunk ezzel. Én ezért ragaszkodnék a szakorvosi rendelő által felajánlott lehetőséghez, hiszen mondom, maga a bérleti díj, a rezsiköltség és maga az üzemeltetés is ilyen szinten biztosított, és hát azok a szolgáltatások. Ez egy közfinanszírozott ellátásokat? Nem. Közösen segíteni ez a... Kaptunk konkrét szakmai programot hozzá? Az egészségfejlesztési irodának a szakmai programja az egészségfejlesztési iroda, az epi.center.hu honlapon megtalálható. Ez egy webhop pályázat, ami az egész Szentendre város és 12 település, mert Visegrád nem csatlakozott hozzá, amit Pócsmegyer csatlakozott hozzá, ezért a pócsmegyeri lakosság is ingyenesen kapja ezeket az ellátásokat. Így gyógytorna, dietetikus, pszichológus, klubfoglalkozások, gerinctorna, ilyenek vannak. Ezek mind ingyenesek. Most eddig Szentendrén volt egy irodánk, amit a bérlők, tehát nem, igazából nem felelt meg már a pályázatnak, mert tornatermet kellett biztosítanunk, és nem találtunk olyan helyet. Ez a, itt a fiatalán a tornatermet, és ez mindenkinek ingyenesen férhető hozzá, ami azt jelenti, hogy 12 településről ide jönnének Pócsmegyel. Azt tudni kell, hogy az egész Dunakanyarban ez az egyetlen egy olyan épület van, ami ennek az irodának megfelel, mert hogy Szentendre városa sem tudott adni ilyen kaliberű ingatlan. A pályázatban nincs finanszírozva a bérleti díj, ezt mi a saját zsebünkből fizetjük ki, azért, hogy működjön 12 település lakosainak ez az ingyenes ellátása. Ennyit tudunk kifizetni. Az egészségháznak ugye az építésénél az indikátor volt, hogy jöjjön ide szakorvosi rendelő, azt is meg fogunk csinálni, és ahhoz viszont bérleti díjat sem kéne fizetnünk. Tehát most egyelőre mindenki jól jár, mert az önkormányzat kap pénzt arra, amire ami lehet, hogy nem jönne neki a bérleti díj, és mi is egy megfizet, orvosi célra kell használni ezt az intézményt, és oda szakorvosi rendelőt kell tenni, amit elfogadott a pályázatnál, szerintem Pozsmegye testülete is, és a Szentendrei testület is elfogadott, hogy ide szakorvosi rendelők jönnek ki, ami szintén a lakosságnak az egészségesebb életét fogja biztosítani, ami szint olyanok lesznek, mondjuk egy Surágy négyben lakó lakosnak nem mindegy, hogy Szentendrére fog bejárni 10 alkalommal fizioterápiára, vagy gyógytornára, vagy ide. Most egyelőre ezt a részét tudjuk idehozni, és tudunk érte fizetni, ami szerintem... Az tök jó. A pályázatnak mennyi a kifutási ideje? A pályázat most jár egy szeptember 30-án a 2 év, és még 3 év, tehát erre 3 évre kell. Igen. 3 évre szerződik. Tehát mindenki igazából ezzel a megoldással, én azt gondolom, hogy elég jól jár.
Jó. Még össze tudjuk egy ingatlanba tenni? Tehát, hogy a szakorvosi rendelőbe... Ott nincsenek hely. Tehát le van írva, hogy mit kell nekünk ahhoz biztosítani. Mm-hmm. És ugye a régi orvosi rendelőt, meg az új orvosi rendelő pályázat, ami a terelési ügyi célra használni. De akkor az új orvosi rendelő kapcsán, hogy ugye már a... Hogy egészségügyi célra kell használni a régi rendelőt. Igen. És ez meddig tart egyébként? 5 év. És már most 3 évig még fizetünk is érte. Nem csak 4. Tehát gyakorlatilag ugye valami egy olyan rendszer. A 3 évre leszerződünk ezekre a paraméterekre, és ezeket a szolgáltatásokat a 3 év alatt folyamatosan kell. Így van, így van. Persze, és én azt mondom amúgy, hogy a 12 településről ide jönnek emberek, az még mondjuk lehet az éttermet fellendíti, egy csomó olyan dolgot, egyrészt megismerik a... Egy csomó, egyrészt megismerik a környéket, és most szerintem én azt gondolom azért ennek a községnek is elég jelentős dolog az, hogy így lesz most a központ, és nem Szentendrén. Ez milyen település, tehát hogy az Attil is jól van? Ez 12, ez Budakalásztól Dunahódányi, Visegrád nincs meg elkedő. Járás, gyakorlatilag a járás. Aki mire elváltoz a szakmány. Én is Sörösvár, illetve segíts már mi, ami a mellett talán, ami nem nevesít a lehetet. Sörösvárnak sajt. Pulcs megyerek előre. Jó, értem. Segítem is, bocsánat, tehát valaki ezt téged is tudja, tehát akár Szentendre is valamilyen módon, ott is ugyanúgy megvannak ezek a rendelési lehetőség, csak az egészségfejlesztési oda kapcsán ez egy kihelyezett olyan program, ami közelebb próbálja vinni a lakossághoz ezt a dolgot. És mondom, még egy fontos dolog, tehát szakdoktorral is egyeztetve történt az, hogy ők egy ilyen infúziós napot, ugye, is hoznak, ami kimondottan olyan orvos, hogy azokat az infúziókat, amit csak a szakorvosi rendelőbe adhatnak, azok is ki tudnak jönni. De kvázi, ha a Szigetet, illetve Lányfalót, Dunabognányit le tudjuk fedni, ez mind a rendelőintézetnek, mind nekünk is egy bizonyos fajta, nem rendelőintézetnek segítség is, nekünk is az lenne. Ez teljesen jó, az, amit azt kérdezném, hogy a kapacitások is fixek a 3 évre, vagy van valami minimum kapacitás, limitás, vagy maximum, tehát a szolgálatot szegények. Vannak, tehát nekünk megszabja a pályázat, hogy milyen programokat kell csinálni. Ezek vannak csoportprogramok, tehát ilyen hat alkalmas, amiben itt is voltam úgy egy már a... De hogy ezek is, az is megvan, hogy a 36 hónap alatt itt van. Igen. Kell biztosítani azokat a szolgáltatásokat, programokat. Igen, és most nagyon jól bevált az online oktatásba ez a gyerekeknek a tornáztatása, és itt is a tornaórába ugyanúgy be tudnak csatlakozni a mi kollégáink, a Pócsmegyeri Szigetmonostori kisiskolások gyógytornájába, étkezésével is sok mindent vetett. Eddig pozitív visszajelzések voltak mindenhonnan, akik bármilyen foglalkozáson nálunk részt vettek. Ügyes kollégák vannak, úgyhogy remélem, hogy minél több ember ki fogja használni. Köszönöm. Jó, akkor, egy támogatást. Ki támogatja? Egy hangon támogatja a bizottság. És akkor még egy dolog lenne szintén egy szerződést, ugye most június 30-án van lejár a tankerületnek a szerződése a PRK-val kapcsolatban. A tankerület igazgató, illetve a gazdasági vezető felé jeleztük, hogy ugye eddig 1+1 év volt aláírva. Kértük, hogy a szerződés mint ilyen döntséggel szeretnénk-e hosszabbítani, tovább lépni. Gyakorlatilag ebbe kérjük a bizottság támogatását, hogy ők szeretnének majd több termet is, de egyelőre ragaszkodunk a 4 tanteremhez és a nagy tornaterem használatához is. A eddig meglévő szerződés változatlan feltételek mellett, tehát hogy amennyiben 3% fölé nő az infláció, akkor van egy bérleti díj emelkedés a következő évben, de az itt azt hiszem 600... Most 672.000 forintot fizetnek. Nem tudunk elérni a növekedést. Most növeltük januárban a tavalyi infláció 3,15% volt, és emeltük január 1-től, tehát így ez évben 672.000 forintot volt. Nagyon több ember fognak. Ez is az a baj, hogy kifizetnek. De nem nagyon szerintem már lehetőség. Hát határértéken vagyunk, tehát
ebben a szempontból, tehát én azt gondolom, hogy ez azért egy elég komoly bevétel. És most mennyire kötnénk? Megint egy plusz egyre? Hát az, nem, most az úgy van, hogy januári kedvezni az, hogy a következő tanévben, tehát ha valaki fel akarja mondani, akkor hát mindig januári kell feljelezni a következő tanévet. Igen. Igen. Ha megjelesen ki januári egyre, akkor folyamatta, akkor meghozunk. Csak egy rövid tájékoztatás, tehát hogy a Zöldsziget iskola mint ilyen, tehát komoly tanterek hiánya a küzd, és ugye a mostani demográfiai jelzések, a előrejelzések alapján is a 35 gyerek születik ebbe az évben, így a Pocsmagyar területén. Tehát ez gyakorlatilag már majdnem két osztály, illetve most már három első osztályt indít az iskola. Tehát nagyon nagy a létszám. Biztos vagyok benne, hogy a fenntartási időszak jövő, vagy idén lejár, így van, mert időt kellene, idén lejár, akkor egy olyan tárgyalási alap lesz, amire tényleg esetleg 6 vagy 8 osztályban is lehet gondolkodni, hogy ez a fajta intézményi hasznosítás megtörténjen, jussunk el odáig. Tehát ugye itt nekünk egy komoly elszámolást kell majd még ezzel kapcsolatban tenni. Tudom, hogy nem indikátorok, Köszönöm. Akkor köszönöm szépen.